Papfür János költő a következő vendégünk, és rendhagyó módon nem a verseiről fogunk beszélgetni, vagy nem csak kizárólag, hanem arról, hogy könyvlicitet szervez. Szervusz, jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok, szervusz! Mi ennek a licitnek a célja? Nagyon sok jótékonysági akció fűződik egyébként is a nemethez. Most itt mit vállaltál fel? Most ez egy nagyjából újdonság egyébként. Ez a negyedik éve, vagy a negyedik évadja ennek a csoportnak. Létrehoztunk egy olyan Facebook csoportot, aminek az a neve, hogy Írók a szegény sorsú gyerekekért, és hát itt felhasználva azt a kapcsolati tőkémet, hogy a kortárs költőkkel ugye nagyon jó viszonyban vagyok, bekérek tőlük könyveket dedikálva, illetve kéziratokat, vagy kézzel leírt szöveget. Nem feltétlenül az eredeti kéziratot, hanem mondjuk kézzel leírt szövegeket, vagy verseket, vagy novella részleteket. Azt is dedikálják azzal a címszóval, hogy Írók a szegény sorsú gyerekekért, és hetente kétszer erre a Facebook csoportra ezt feltöltjük, és lehet rá licitálni. A kéziratokat 1000 forinttól lehet megvásárolni, a dedikált könyveket pedig 3000 forintról indul a licit, és hát ugye aki a legmagasabb licitáron megveszi, annak pedig kipostázzuk, ő átutalja egy elkülönített bankszámlára ezt az összeget, és az év végén ezt mindig felajánljuk, hát már most évek óta olyan gyerekeknek veszünk belőle hangszereket, akiknek nincs saját hangszerük, de nagyon tehetségesek a zeneiskolában. Ha már így mondtad, hogy veszünk, ez azt jelenti, hogy akkor ez egy hosszabb ideje tartó akciósorozat. Mik a tapasztalatok? Hiszen az 1000 forint az, akire én úgy gondolom, hogy arra az összegre akár mindenki licitálhat, de meddig mennek el ezek? Mi az évvégi összesítés? Hány hangszert sikerült vásárolni? Hány szegényebb sorsú gyermeket sikerült megsegíteni ezzel? Idén volt a rekordösszeg. Első évben azt hiszem... Tavaly egy... akkor ezek szerint. Tehát a tavalyi évet lezárva. Igen. Így van. Igen, idén azt hiszem 728 ezer forintot gyűjtöttünk ebből össze. Az szép, és általában minden évben duplázódik. Nagyon sok kettő zeneiskolának vásároltunk be, egy Hajdúböszörményi zeneiskolának, én odavalósi vagyok, meg egy Hajdú Dorogénak, mert ott születtem, most ez kicsit ilyen részvehajró voltam. Azon a környéken amúgy is nagyon sok, főleg a Nyírségbe, a Borsodba, ott azért nagyon sok olyan gyerek van, hogy hiába tehetséges, nincs saját hangszere, így értelemszerűen nem tud otthon gyakorolni, vagy nem tud készülni a zeneiskolában. Én elárulok egy titkot, régen óta ismernek azért, és én azt is tudom, hogy nem véletlenül arra lehet licitálni, hogy hangszereket vegyenek. Ennek azért van egy személyes vonala, hogy miért. Igen, van egy személyes vonala is, hiszen én magam is zenetanár vagyok egyébként, és a konzi után én Borsod megyé, vagy a Nyírségben, Apa, Napkorka óta ilyen kis településeken tanítottam, és ott volt egy Radó Tündi nevezetű kislány, akit én tanítottam a zeneiskolába, és nem volt neki saját hangszere, én adtam kölcsön a hangszeremet neki, és ő a zenei egyetemen végzett, azt hiszem 3 évvel ezelőtt. Úgyhogy van jelentősége annak, hogy az ember tud-e segíteni egyébként. Hoztál nekem könyvet, és elolvastam, és egyetlen egy dolgot hadd idézzek, ugye az egyik, akik gyerekek maradnak, őszintén szívesen mutatom be, mert az alsó mondata a következő: diszlexiásoknak tervezett betűtípussal és fejlesztő játékokkal, dalokkal. Ebből az derül ki számomra, és mindarról, amiről most Juditnak és nekem mesélsz, hogy neked ez egy életcélod. Hát mindenképpen talán ez az egyetlen értelme a költői pályámnak, vagy a gyakorlatilag ebből tudok, vagy ebből tudnak azok profitálni, hogy valami ilyen képen érvényesüljön, vagy haszna vehető legyen mondjuk a költészet, vagy az irodalom. Azért mert ugye mit itt, csak igen, hogy egyértelmű legyen, ugye emellett a licit mellett van egy másik olyan projekt, amit te felkaroltál, ezért nagyon csúnya is projektnek nevezni, értelmi fogyatékos gyermekeknek készítesz könyvet, illetve tartasz nekik irodalomórát. Igen, ez egy speciális rendhagyó irodalomóra, kifejezetten középsúlyos, illetve súlyosan értelmileg sérült gyerekeknek. Vannak köztük autisták is, sőt halmozottan is, mert van olyan, aki mondjuk súlyosan értelmileg akadályozott gyerek, autista és még sluszpoén az élető, hogy mondjuk testileg is fogyatékos. Hát ezekhez a nagyon beteg gyerekekhez járunk ki, és tartunk ilyen interaktív rendhagyó irodalomórát, és ebből született ez a könyv is, mert ugye hát én nem tudok mindenhová eljutni, és akkor ez egy ilyen oktatási segédanyagként is funkcionál, azóta már ott van az intézményeknél, és hát nélkülem is meg tudják ezeket a... Akkor, amikor a licitről beszéltél, akkor mindig többes számban felrakjuk, lehet licitálni rájuk, akik beküldik, szóval, hogy ki a csapatod, kik vannak még benne? Hárman vagyunk egyébként a csapatban, két kolléganőmmel,
csináljuk. Az egyik őjükhez, én ugye begyűjtöm a kéziratokat, írok az ismerős költőknek, íróknak, hogy ajánljanak fel könyvet, illetve kéziratot. Aztán az egyik kolléganőm, a Ványai Anita, ő pedig kezeli a Facebook oldalt, lefotózza, feltölti, elindítja a licitet, majd lezárja a licitet. A másik kolléganőm, Ivett pedig, ő pedig a postázással foglalkozik, hogy értem megy a kéziratokért, utána feladja, meg begyűjti a pénzt, az összeget. Jó, és kire lehet licitálni? Hát, ja igen, visszatérve a rekordra, igen, volt 50 ezer forintot is adtak egy kéziratért. Például egy Lackfi János kézirat kiállt el 50 ezer forintért, meg egy Erdős Virág, azt hiszem, az meg 100 ezer forintért, sőt, duplikálnia is kellett, mert volt olyan, aki hiába nem ő nyerte meg a licitet, mert éjfél után licitált, ő azt mondta, hogy mégiscsak adna 100 ezer forintot, hogyha mondjuk a Virág újra leírja. Akkor... Ó, ez nagyon jó, ez egy nagyon jó ötlet. A Virágnak, és ő lemásolta, és ő postázta, és még egyszer 100 ezer forintba. Mennyire hajlandók az írók, költők egyébként arra, hogy oldjálják? Segítenek. Abszolút, első igen? Első szóra, persze, hogy hát többször rájuk kell, nem itt vannak, ugye, többször rájuk kell írni, hogy... Mondja egy költő, hát igen. Nem itt igen, vannak. Hát magamról is tudom, igen, többször is rájuk kell írni, de egyébként egy valak kézirat és könyv van, úgyhogy... Uh-huh. János, szerintem, aki most hallgatja ezt a beszélgetést, azon gondolkodhat, hogy lehet, hogy nem ismernek téged, de egyébként egy nagyon sikeres költő vagy, lehet, hogyha abba fekteted az összes energiádat, hogy népszerűsítsd magadat, mint költő, akkor már még többen ismernének. De én egy picit azt érzem, hogy ez mindig kicsit háttérbe szorul, hogy te, mint a költő, mert az van az előtérben, hogy hogy lehet jótékonykodni, hogy lehet segíteni másokon. Mitől lettél te ilyen? Nem tudom, én a saját magam, én nem szeretem most egyrészt sem saját magamat olvasni, sem saját magamat propagálni, mert azt mondjuk eldönti az olvasó, meg szerintem túl intim az a fajta líra, amit én írok, szóval ez nem hiszem, hogy gerilla kampányokkal és könyvgúlákkal ezt mondjuk nagyon tolni kellene mondjuk nagy hatalmas könyváruházban, nem is vagyok nagy kiadónál egyébként. És nem feltétlen azért, mert mintha annyira kapkodnának utánam, hanem azért, mert ez egy kicsit ilyen privátabb az én költészetem. Viszont amivel segíteni tudunk, vagy segíteni tudok, azt viszont érdemes tolni minden egy fél mondat csak, hogy a műhelytitkot áruljunk el a nézőinknek, remélem, hogy nagyon sokan emlékeznek, te biztos, hogy emlékszel rá. Emlékszel arra, amikor versért kávé akció volt, és én iszletosan izgultam, de elmondtam itt a stúdióban egy verset, vagy egy versrészletet, az Ajánosnak volt a verse egyébként, és én is azt éreztem, hogy nagyon intim ide, de azért megpróbáltam. Ez egy szép dolog. Ha nem akarok ötletet adni, aztán lehet, hogy kisül majd belőle, hogy azt mondd meg, elmondod nekem, hogy nagyjából összeszedtétek, hogy hány hangszert vettetek, és hány gyereken segítettetek? Hát én azt hiszem, hogy egy olyan 30 darab hangszer lehetett összesen, ebben volt gitár, trombita, fuola, mondjuk gitárhoz könnyebb hozzájutni, olcsó, mert ilyen 15-20 ezer forintért tanuló gitárt lehet, de volt olyan zenéiskola, ahol mondjuk trombita igény volt, vagy fuvola, nem is gondoltam, azok mondjuk 100 ezeres nagyságrendű. Itt jön az ötletem, hangszerek. Illetve csak a kérdésfeltevésem, a megsegítettek ismerik egymást? Hát, ha egy zenéiskolába járnak, akkor igen. Igen, de úgy összesen 30-an nem ismerik egymást. Nem. Hát mi van akkor, hogyha összehoztok egy olyan koncertet, ahol azok játszanak, akiknek egyszer hangszert adtatok a kezébe? Jó ötlet. Igen, mondjuk, igen, és közben mondjuk egy licitálást is lehetne csinálni. Oké, ez a kettő már megvan. Na, itt alakul egy nagyon szép projekt. Itt, amikor majd vissza véget ér a játék, én ebben szívesen részt veszek, hogyha elfogadsz mindig egy halott mértékben, akkor mi van akkor, hogyha teszünk egy, vagy csinálunk egy olyan koncertet, amire akkor ráteszitek a liciteteket, és azok a gyerekek zenélnek, akiknek először ti adtatok hangszert a kezébe. Bill? És mi köszönjük. És egyébként a nézőknek mondom, hogy semmit nem beszéltünk meg előre. Tényleg nem ez mondjuk egy olyan szép pillanat, amikor egy nagyon nemes célért itt ebben a másodpercben és nagy segítség, meg valami ötlet. Tényleg nem beszéltünk. Én leszek a házigazdája, hogyha úgy gondolod, egy hangszeren játszom, ez sehova nem illeszthető be, ez egy tambura nevű horvát népi hangszer, kicsi gyerekkorom óta játszottam, ha betesztek a zenekarba, és hogyha hát, ha be lehet hangolni, természetes. Nagyon szépen köszönjük, és innen folytatjuk adáson kívül, köszönjük, hogy nálunk jártál, és köszönjük azt a sok jót, amit a gyerekekért teszel.